Szemedgyönyörködtető látvány volt a Festetics kastély udvarán a sok régi autó és motor. A járgánycsodák között az 1920-as évek közepétől az 1980-as évekig gyártott ritkaságokat lehetett megtalálni és megtekinteni. A verőfényes napsütésben nagyon sok látogató érkezett a kastély parkjába. A kiállítás az nagyon tetszik, főleg az a Porsche, és nagyon jó az egész. Megjárta kijönni fél órát. Harmadik alkalommal rendezték meg a Festetics Concours d'Elegance kiállítást és versenyt Keszthelyen. Csak előzsűrizett járművek vehettek részt a programon. Ez az 1929-es évjáratú 3000 köbcentis 70 lóerős Austria Daimler is egy rendkívül ritka autó. Tulajdonosa a veterán autózás elkötelezett művelője és tisztelője. A veterán autózást Magyarországon annak idején a 60-as évek végén, vagy 60-as években már mi kezdtük a testvéreimmel, és még volt egy-két magyarországi barátaink, akik elkezdték a veteránozást, és azóta ez fönnmaradt, mai napig csinálom ezt a dolgot. Örülök annak, amikor körülnézek és látom ezeket a komoly járműveket. A rendezvényen Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedési államtitkár mondott köszöntőt. Rámutatott, a rendezvény ebben a szép környezetben nagy értéket ad Keszthelynek és a térségnek. Nem csak az értékük, hanem az a munka, az az áldozat, amit a tulajdonosok hoznak azért, hogy ezek az autók ilyen állapotban legyenek, ezeknek a felújítása, karbantartása nyilván nagyon nagy áldozatot kíván, és azt gondolom, hogy keszthelyiként nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gyönyörű járművek egy ilyen gyönyörű környezetben, mint a keszthelyi Festetics kastélynek a parkjában megtekinthetőek. Turisztikai szempontból is egy nagyon fontos eseménynek tartom, hiszen ezek a gyönyörű autók, gyönyörű járművek, hiszen hajók is, motorok is megtalálhatóak itt. A motorkerékpárok különlegessége az volt, hogy valamennyi háború előtt gyártott jármű és mindegyik üzemképes. A rendezvény ragját emeli, hogy a Concours d'Elegance nevet a kastélyon kívül csupán két helyszín használhatja hazánkban. Sokat dolgoztunk érte, hogy ez Keszthelyre kerüljön ez a megtisztelő cím. Ez azt jelenti, hogy előzsűrizett autók és motorok vehetnek részt a kiállításon, és azon kívül még itt a kiállításon egy szakavatott zsűri, aminek a zsűri elnöke Ciprusról érkezett ma erre az alkalomra hozzánk. Az autókat háromtagú zsűri vizsgálta. A látogatók számára külön élmény volt, hogy beszélgethettek a járművek tulajdonosaival, akik egy-egy motor vagy autó legendás múltjába és titkaiba is beavatták az érdeklődőket.